Thank you.
Körülbelül így kellene elképzelni egy hétköznapomat, nyilván nem minden nap ugyanazokat a dolgokat csinálom például munka után, de az időbeosztás az nagyjából így néz ki. Remélem, egy picit tudtatok inspirálódni belőle, legalábbis ami az időbeosztást illeti. Ha még valami hasonló tartalomra kíváncsiak vagytok, akkor várom az ötleteket, igyekszem eleget tenni a kéréseknek, főleg, hogyha én is látok benne némi fantáziát. Megörülök, hogy itt vagytok velem és néztek. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot nektek, sziasztok!